Hevesi Tamás podcast támogatója a Kolpaszán. Egy életen át. Kolpaszán a minőségi fürdőszoba. Oké, az egy kicsit más, mert én általában azonos idejű műsorokat néztem a Tomival, de amikor ő ilyen sztárban, sztár nagy duett, én olyan ideges voltam, az én, a hogy folyamatosan, eleinte elkezdtem leföl alá rohangálni, de rájöttem, hogy ez nem annyira hasznos, úgyhogy én szobabiciklin tekertem, és néztem, hogy valami levezessem a feszültséget. És hogy ezért kérdezem, hogy te benned ez hogyan csapódik le, mennyire izgulsz a Tomiért, amikor tudod jól, hogy ugye neki mennyire fontos ugye az arculat, meg hát nyilván mind a kettőtökre ez kihat, hogy jelenik ő ott meg. Így van. Hát én igazából azért izgultam mindig, hogy jól jöjjön ki a kastélynál is, meg a farmnál is. Hogy a nézők azt lássák, hogy Tamásnak van igaza, nem pedig a másik. jó nevelés! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Hevesi Tamás podcast ünnepi adása, nem is akármilyen vendégekkel. Közvetlen mellettem ül gyönyörű feleségem, dr. Hevesi Krisztina hivatalos nevén, az én Krisztin, és barátokat is hívtunk a mély beszélgetéshez. Mutasd be, légy szíves őket! Akkor először is hadd mutassam be Palácsik Lillát, akivel először egy fotózáson találkoztam, illetve legutóbb egyik rendezvényen. Tomi jött volna, de minőségi cserét csináltam, azt kell, hogy mondjam, mert Tomi nem volt hajlandó elegáns ruhába jönni. Ellenben a farmra igen, ő pedig ugye Wiesweiler Tomi szerintem sokaknak nem kell, vagy keveseknek kell bemutatni, akivel itt a farmon különböző farmkörüli tevékenységeket végeztünk, az állatok mellett, alatt, fölött, stb. Úgyhogy ott lettünk igazán jó barátok, mondhatom így. Először is hálás vagyok, hogy eljöttetek, és köszönöm, hogy itt vagytok. Mi is köszönöm. Mert tudom, hogy nagyon, nagyon sok teendőtök van, ráadásul két kicsi gyermek. Ja, igen, hogy nehezebb és gyönyörűek. Annyira szépek. Gyönyörűek, hát a fotókat láttam róla, meg hát azokat a videókat, ez szenzációs, gyönyörű gyerekeitek vannak, gratulálunk ez is. Ugye az egyik, ők már olyan 3 éves, ugye? Igen. És 1 éves. Óvodába. Most ő óvodába van, úgyhogy ezért tudunk ilyenkor még könnyen elszabadulni. Látom. Aztán, amikor beüt a karácsony, akkor aztán bezárunk mindent, minden zárat, és csak otthon vagyunk. Magunkban 4-en, plusz a 2 kutya. 2 gyerek, 2 kutya. Aztán. Nálunk 3 kutya van, 1 a lakásban, 2 kint a kertben, és van cica is. És a kisebb gyerkőt, amiatt jött ki Tomi, azért hagyta abba a farmvippet, hogy lila mellett lehessen. Igen, akkor született. Igen, így van. Majdnem farmos baba lett, de az a szerencsére nem. Igen, igen. Hát a igazság szerint a mai beszélgetés témája nyilván mi más lehetne itt az ünnepek alatt, mint a karácsony, és próbáltam egy kicsit így a stúdiót is úgy berendezni, hogy kicsit karácsonyi atmoszféránk legyen, és nagyon örülök, hogy tudunk egy kicsit arról beszélni, hiszen talán ez az a legszentebb ünnep és a legcsodálatosabb ünnepünk, de mindenki a gyermekkorában valahogyan, valamilyen élménnyel, vagy sok-sok élménnyel gazdagodva csöppent bele ebbe az ünneplésbe. Például én konkrétan emlékszem, hogy engem mindig a bátyám moziba vitt, amíg megtörtént a csoda, és már csodák, mikor már 5 éves voltam, gyanús volt, hogy már megint moziba megyünk, és kezdtem gyanakodni, hogy miért van az, hogy a bátyám, az Imi, mindig elvisz engem ezen a bizonyos szent napon a moziba. Aztán volt más is, amikor olyan ott kaptam például, ami nem kaptam tőle levegőt konkrétan, életem első profi gitárját is akkor kaptam. A Lila, először hozzád szólnék, hogy neked volt-e emlékezetes gyermekkori karácsony, valamitől különlegesebb, más, mint a többi? Mi felvettük minden karácsonyunkat videóra, és videókazettán mindig visszanéztem. Tényleg? Igen, hogy töltöttük a karácsonyt, és mindig ezen a bakelit lemezen. Hogyne, bakelit lemez. Bakeliten beraktuk egy ilyen karácsonyi zenéket, ezeket a régi karácsonyi zenéket. Igen. És azt hallgattuk, és közben feldíszítettük közösen együtt a karácsonyfát, és miután feldíszítettük a karácsonyfát, utána a nővérem felvitt a szobájába, hogy
ott játszunk, és akkor az alatt... Jaha! Ja, világos. Az alatt jött a Jézuska. A Jézuska berepült. Igen. Nálatok, Tomi? Itt hallgatom, hogy mindegyik őtöknél a testvérek milyen aktívan részletek. Hát én nagyon rossz gyerek voltam. Egyébként maga voltam az angyal, de hogy nagyon nagy szám volt, és én nem voltam hajlandó délután aludni és hasonló. Ez még jó, moziba menni sem. Igen, jó, hogy a kisfiam nem érti, és soha nem értettem, hogy karácsony, karátod, készülődünk, mert majd így jön a család, úgy jön a család, ezt segíts, kisfiam, úgy segíts, majd tessék lefeküdni, aludni ebéd után. Hát, hogy sose alszok. És az elején nagyon ellenkeztem, aztán ilyen 3-4 éves koromtól kezdve csak eljátszottam, hogy alszok, és emellettem volt a szobám, én kilopóztam, és onnan a lépcső korláton néztem. Úgyhogy én nagyon hamar rájöttem, hogy a csoda az, hogy is történik. Aztán ez az évek folyamán ez egyre jobb lett, mert ki is kutattam, hogy hol van az ajándék, megkerestem, jó, ez jó lesz, megcsomagoltam, és én tudtam, és ezt valami... eljátszottad a szerepet, hogy jaj, de csodálatos. Sőt, volt olyan is, hogy már én otthon maradhat, az már nagyobb időszakban volt, ilyen 7-8-9 éves, a bátyám 3 évvel idősebb, és otthon maradtunk csak egy pár órára, míg anyuik elszaladtak a boltba, vagy halér, vagy bármi, és akkor mondtam, na gyere Tibor, nézzük meg a játékokat. Én játszottam, megnéztem, sőt, ha valami nekem... Ki is próbáltam. Jó lesz. Sőt, egyszer történt egy olyan, és most visszanézi, akkor majd ebből balhé lesz, de hogy annyira próbálgattam, hogy egy tönkre is ment, és akkor átcseréltem. Ő kapta a rosszat, de úgy azt mondom, hogy nagyobb lettem, már rávezettem anyut, hogy hát nagyon remélem, hogy nem ezt vettétek, mert én ezt nagyon nem szeretném. Jó. És akkor, hát jó, hát ez egyfajta... Szegény anyukál. Várjál, Lila, mire számíthatsz, hogyha ugyanez a vérvonal a két kis rác. Igen, és én ebből indulok ki, hogy én azt gondolom, hogy az én gyerekeim ezt nem fogják bevenni. Uh-huh. Tehát mi ugye hívő emberek vagyunk, és alapjaiban véve én nagyon szeretném, ha a gyermekeim tudnak, hogy a karácsony miről szól. Nyilván. És azt szeretném valahogy felvezetni nekik, hogy az ajándékozás az már az, hogy ez egymásnak a szeretet kimutatása. Tehát most ne várjuk a csodát, hogy persze, jön a Jézuska, és akkor egy csecsemő hozza az ajándékot, hanem tudjuk azt, hogy egymást ajándékozunk, és tudja, hogy őnek is készülnie kell. Persze. Mert hogy 3 éves a kisfiam, és én szerintem pillanatok alatt rá fog jönni a dolgokra. Megérzi ő ezeket, úgyhogy én nem fogok abba a hibába esni, mint a szüleim. Világos. Egyébként, bocsánat, ez egy nagyon bölcs dolog, hogy nem éri az a csalódás, és nem érzi úgy, mintha leleplezték a karácsonyt, hogyha teljesen máson van a fókusz. Meg testvéreknél baromi rossz, én szerintem. Ti is három testvérek, ugye? Így van. És te vagy a legkisebb. Én vagyok a legkisebb. Ugyanúgy, mint nálunk. A legrosszabb. Igen. De ugyanez volt nálunk is. Nem feltétlen. Azért a bátyám meg a nővérem is szerintem nem voltak szentek, de... Ugyanígy, nővéred bátyám? Így van. És a nővérem ő... És Tamás. Úgymond jóval idősebb, de hát majd meg fog sértődni, 15 évvel. Aztán, nekem 9-el az Edit, bátyám meg 5-tel. Úgyhogy akkor ott óriási korkülönbség van. Erről a Tamásról jut eszembe, hogy annyira aranyos, ugye itt a farnál annyira ilyen értelemben összecincogtunk, hogy már nem tudták eldönteni, azt mondtam, hogy a Tomival megyek, hogy melyik Tomival megyek. Ez tény, hogy ez ilyen értelemben egy életre megpecsételte a sorsunkat, ezek az ilyen valóságsok. Az egy olyan érdekes dolog egyébként ott a farmba, hogy mikor én bementem, mi már egy első nap megbeszéltük, hogy mi jóba leszünk. Uh-huh. De hogy én a Krisztát csak annyira ismertem, hogy úgy kezeltük egymást ismerősnek, hogy Lilla fotózott téged valamelyik újságban. Uh-huh. És Lilla hazajött és mondta, hogy milyen kedves, milyen aranyos, és én már így mentem be. Nyilván egy ilyen bezárt közösségben csak abból tudsz kiindulni, amit te kívülről hozol. Persze. És én így nyitottam, hogy na, pillanatok, és már első nap mi megalakultunk. Kriszti, mondta is nekem, emlékszem, hogy utólag is beszéltünk rólad, és mondta, hogy rögtön működött a köztetek lévő barátság, és ez nagy dolog. A legeslegfontosabb szerintem azért minden barátságban és minden kapcsolatban, és hát a szeretet ünnepén, ha beszélünk, hogy egy olyan csodálatos dolog az, hogy egy nagyon szép család vagytok. Tehát, ebben komolyan... a Lilla szebb, de... És a Lilla türelmesebb. Szóval tényleg elkezdtem gondolkozni, hogy kiket tudnánk esetleg meghívni, akik értelmesek, intelligensek, és példaképek. Példaképek. Tehát azonban, de tényleg, és szinte azonnal beugrott, és a Krisztivel beszéltem erről, és ez nem is kérdés, és ez nem csak azért, mert most itt a kamerák előtt ezt kell mondanom, így gondoltuk. Igen. És
És kívülről azt látom a családokban, hogy ugye 5 éve vagytok házasok, és már van 2 csodálatos gyermeketek, tehát hogy tervezve volt ez a dolog, gondolom. Hát gondolom, hogy nem véletlenül születtek a gyermekek. Tettetek érte, hogy akkor egy kicsit én is szakmázzak. Igen. És ugye azért nagyon nehéz, hogy mindenki a gyerekkorából építkezik, tehát mindent otthonról hozunk. És Lilla, a te életedben, a gyermekkorodban a te ajándékozásod, az milyen volt, hogy kitaláltátok előre, hogy mit kap valaki, meg volt beszélve, vagy meglepetés volt? Mert ugye ez nagyon fontos, hogy a különbség óriási a kettő. Hát nálunk sose beszéltünk meg ez egymással. A jó. Aha. Mindig meglepetésként ért. Én mondtam mindig szüleimnek, hogy én mit szeretnék, és azt vonzottam. Tehát például karácsonykor... Akkor csak meg volt beszélve. Nem. Karácsonykor már fent az emeletről, amikor mentünk le, mondtam, hogy Barbie baba, és akkor lementünk, és nem az volt ott, és akkor így gondolkoztam, mert ennek is örültem, amit ők vettek. Értem, nem Barbie baba volt. Nem hozottam, és nem az volt. Igen. Tomi, neked, ti megterveztétek az ajándékozást, amikor mondjuk már te is ajándékoztál, vagy pedig figyelted a testvéreid, szüleidet, hogy mivel tudnál nekik örömet szerezni? Én egy nagyon speciális ember, kiskorom óta, mert hogy én imádok meglepetéseket okozni, meg imádok ajándékozni, de utálok kapni. Anyukám mindig, pont tegnap volt egy telefonbeszélgetésünk, már majdnem sírt a telefonban, hogy nekem soha semmit nem lehet venni, mert én semminek nem örülök, és ez sajnos, ez tény. Lilla, egyszerű a dolgod, nem kell venni semmit. Lilla sem. Én már nem vásárolom. Már mondtam, de mondtam, hogy ne. Akárhányszor veszek bármit, az mindig hülyeség, az mindig azt mondja, hogy hülyeség, minek pocsékoltad el a pénzt erre meg arra. Jó, de azért, mert sok mondok egy példát. Elmondom neki, hogy imádok malmozni, nagyon szeretek mindenki. Játékot, és akkor a... Azt elrontottam. Ő annyira megjegyezte, hogy malom, és a malom hátulján van a... Mi az a játék? Backgammon, jól mondom? Az. Igen. Vett egy olyan. Életemben látszottam, és annyira vártam, nyitottam. A fejlesztő inger. És így nyitottam, és láttam a szemeibe, hogy csillogott, hogy mennyire fogok örülni, hogy na most idén sikerült, és így mondtam, hogy de jó, mi ez? Előtte évben tudta, hogy óriási nagy jó barátok rajongó vagyok, aha, és akkor vett nekem egy jó barátokos pizsomát, mikor én nem alszok pizsomában. Tehát egy, aha, mondom, hát ez ő elvolta. Szóval, hogy és én nem, és ugyanez volt nálunk gyerekkoromban is, hogy ha én nagyon szerettem volna bármit, én nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy tényleg fantasztikus szüleim voltak, hát még vannak, hála Istennek, és mi az egész év során, ha bármit szerettünk volna, azt szinte mindig megkaptuk, bár anyukám nagyon következetes volt, és ezt feltételrendszerekhez rakta. Nyelvvizsga, persze, iskola, takarítás, ez az, meg volt szabva, és mivel ezért mindig mindenem megvolt nekem, ez a karácsony sose jelentett egy olyan extrát, hogy na most nekem az a telefon kell, vagy valami ilyen kell, mert nevelt arra anyu, hogy azt el kell érni. Viszont örömet okozni, vagy meglepetést okozni, ez egy ilyen függőségem mindig, én nagyon szeretem, de magam viszont nem tudok örülni egyáltalán. Lilla is megszokott téged lepni? Ő mindig. Tényleg? Mindig nagyon jó dolgokat vesz meg. Na például. Csak én nem neki. Például. Vagy pedig Lilla cuki, és mindennek örül. Ne, tényleg. Tavaly mit vettél nekem? Egy nagyon menő cipőt, sapkát, sálat, kabátot. Aztán, teljesen felelkeztetek. De ugye én karácsonykor jegyeztem őt el. Hoppá! Tehát az is a fára volt felrakva. De jó! Tehát, hogy nálam... Tényleg? Igen. Egy ilyen, hogy becsomagoltad, vagy vízbe? Na, ezt meséljétek el. És rögtön utána azt is, hogy ismerkedtetek meg, mert erről én lemaradtam. Én szekáltam mindig, hogy na mit kérsz akkor most, mondd meg, mit kérsz karácsony, és mondta, hogy nem tudok főzni fakanalat. Nem volt azon jó fakanál. Hát nézd, tőle meg szabad kérdezni, hogy mit kér, ő nem gyémánygyűrű, meg mit tudom én, luxusautó. Fejtem, anyát, hogy figyelj, anya, én vettem ajándékokat Lillának, de nálatok leszünk Szentestén, légy szíves, menjél, vegyél fakanalat. Azt mondja, fiam, hát honnan, hogyan, elment valami nagyobb hipermarketbe, talált egy csomag, és becsomagoltam, mondta, Lilla, tessék. És örült, de könnyezett, úgy örült neki, és de nem megjátszotta. Tényleg örült, hogy végre van egy jó fakanál, készlet. És közben meg elrejtettem a jegygyűrűt a fára, és akkor az... Na de ezt hogy rejtetted el? Becsomagoltad? Valami gömbbe beletetted, vagy hogy?
Hát szépen becsomagolt, és olyan volt, mint egy karácsony fadísz, olyan volt, mint egy kis ajándékdoboz. És mondtam, hogy keresd, de nem gondoltam. És a csúszdíszre föltette, ne lehessen elérni. Nem tudom, valahol nem volt. Nem, vedett az egyik ágra, de hiába kerestem, nem találtam. Aha, mondta, segítetted? Kicsit. És akkor ő kivette az egyik ágra, de jó, találtam. Ez óriási, ez nagyon, cuki. Ezeket az ötleteket mindig szeretjük. Kriszti, te is emlékszel, hogy neked is voltak ilyen meglepő karácsony ajándékaid. Na? Már meg vagyok lepődve. Hát igen, mert mondjuk a gyermekkorodról is beszélhetünk, amikor gyerek váratlanul kaptál. Kaptam egy olyan babát, valami rettenetesen csúnya volt. Azaz. És ott rögtön átmentem Hiszti Krisztibe, ott földhöz vágtam meg minden, úgyhogy, nem annyira vagyunk elégedettek az ajándékkal, és néha ez már gyerekkorunkban is előjön. Neked volt olyan, Lilla, aminek nagyon nem örültél, vagy aminek nagyon-nagyon örültél? Nem emlékszem rá, hogy valamiért hisztisztem, hogy ez nem jó, vagy ez nem tetszik. Már gyerekként, most arról beszélni. Már gyerekként én nagyon elfogadom. Oké, elfogadom. Hogy nem azt kaptam, amit kértem, de ez is jó. Igen. Én mindig, még a farmban is még ezt mondtam a Krisztának, hogy magam alatt voltam, hogy lényegében, és ezt sokan nem értik, mikor egy ilyen műsorban azt mondott, hogy úgy hazamennél. Mert hogy rádöbbensz arra, hogy versenyzel valami baromságért, igen, és közben rájössz, hogy amúgy nyertél. Igen. Hát, hogy kinn az életedben nyertél. Igen. Boldog az életed, szép családod van, szép egészséges gyerekeid van. Új barátokra lehetél. Új barátokra lehetél, és egyébként a párod olyan természet, aki most mondta ki igazán, Lilla, ő ilyen, hogyha véletlenül csalódást okozol, sem csalódás neki. Igen. De hogy ő ilyen. Na, érdekes. És a fotózásban is olyan vagy egyébként, ugye a megismerkedésetekre már nagyon-nagyon kíváncsi, hogy csak ezt azért teszem közé, mert most idevág szerintem, hogy a fotózásban is ilyen vagy, hogy amiket csináltál, utólag visszanézed, hogy elfogadó vagy önmagaddal szemben, vagy ott nagyon önkritikus vagy. Igazából elfogadó vagyok. Néha szoktam magamat élni, hogy hát itt jobban oda tehette volna a kezét, hát itt szebb, mondhattam volna neki, hogy mosolyogjon, mert nem néz ki jól az arca, hogy ilyen komoly fejet vág. Úgyhogy szoktam azért magamat kritizálni utána. Vagy versenytárshoz, vagy nem is tudom, mi a jó szó. Hát én közgazdász vagyok, én nekem ez a... Igen. Ez ja, a vagy szó, máshoz teszem. Viszonyítom a képeimet, és akkor elkezdi sokkal magát. Jobb, igen, elkezdi leírni, hogy így rossz. Úgy rossz. De erre akartam kiukadni, hogy... Igen. Aztán még megmutatom a képemet Tamásnak, és akkor Tamás még rátesz, hogy... Kösz. Hogy ez a színvilág, ez így unalmas, fel kéne dobni még valahogy. Jó, de ha másihoz, majd én megszerkeztem. De ha máshoz hasonlítom, mindig mit mondok? Hogy sokkal máshoz jobb. Máshoz azt mondod, hogy sokkal jobb. Ez egy megismerkedésetek. Ugye mind a ketten az egyetemre ismerkedtetek meg. Ennyit tudunk. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Bézen. Gazdálkodás tudományi karán tanultam én műszaki menedzsernek. Oké. Okay. Én meg gazdálkodás és menedzsment szakon. Oké. Okay. Viszont nagyon sok közös óráink voltak, mert a gazdasági órák azok mind ugyanazok voltak. Hát lényegében a műszaki menedzser az egy ilyen gazdálkodás mérnöki szak. Neki voltak még ilyen mérnöki Nekem óráik. Pluszban voltak még óráim az övén kívül. Világos. De egy rengeteg közös óránk volt. Aha. És igazából az én legjobb barátom, ilyen akkori nagyon jó barátom, az ő barátnőjével ismerkedett, de így nem hivatalosan, és én nem figyeltem Lillára, Lilla meg állítólag, ez milyen érdekes, nem, hogy Lilla meg állítólag meg figyelt rám, ez számomra a mai napig egy volt? Ilyen, Lilla. Ez még mindig egy ilyen. Nem senki nem érti. Senki nem érti. Igen, azt mondta, hogy arra figyelt oda, hogy sokkal beszéltem. Jó kedvű, szimpatikus volt, de kedves. De tényleg, sugárzott belőle. De igen, és akkor ki kezdeményezett, vagy hogy történt az első? Azt tudom, hogy nagyon rosszul ment annak a társaságnak bizonyos közgáztárgyak, nekem meg nagyon jól mentek, és akkor odaültem hozzájuk így segíteni. Uh-huh. Szerintem akkor beszéltünk először. Nem tudom. Annyira nem, az első ilyen... Lila arcáról nem azt olvastam le. Azért, mert az első momentum, ami megmaradt, az nekem az egy kollégiumi buli volt, ahova ő eljött, a barátnője elhívta. Ugye? Így volt? Igen. Nem, előtte még... Egyszer ideje megbeszélni. Előtte még volt valami buli, ahol voltunk, és
átmentünk a piroson a zebrán, mármint a gyalog voltunk. Igen. És Lilánk így megfogtam a közre a kezét, így áthúzzam, és akkor így rám nézett, hogy ne szorongasd a kezem. Ez az első beszélgetésünk, erre emlékszem. Aha. De hát majdnem elütötte a taxi, szóval ennyi maradt meg. Tehát konkrétan még az életmentő érmét is kapattál. Hát ezért. Tehát nem, ilyen emlékére. Nem, utána gondoltam, hogy milyen bolond, tehát majdnem elütötte. Na és akkor utána mi lett a második? Ez volt az első, oké. Először így kérted meg a kezét. Ez egy... Utána sok közös óránk volt az egyetemen, és akkor ott úgy egymás mellé ültünk, és úgy elkezdtünk beszélni. De ki ült ki mellé? Bocsánat. De ki ült hamarabb ott? Ez fontos kérdés. A Tomi ült ott, és te mentél oda, Lilla, vagy a Lilla? Igen, a Tamás ült. És én mentem oda hozzá, meg a barátodhoz, az én barátnőmmel. Aha. Igen, mert én a mai napig megkapom mindig, hogy fú, milyen ilyen nagyképű benyomás van mindenkinek rólam, meg arrogancia, de nem, ez ilyen, anyukám egy ilyen extra magas önbizalmat nevelt belénk, mind a hármunkba. Uh-huh. És hogy én bemegyek... Innen egy, is üdvözöljük a kedves édes. Igen, de hogy én bemegyek egy helységbe, vagy látod, bementünk egy műsorba, én fogom így meghúzni magam, olyan vagyok, amilyen vagyok, persze. Aztán valaki oda tapad, valaki meg baromira nem fog bírni, szerintem de hogy én már ez ezt nem. El kell engedni. És akkor Lilla is úgy valahogy úgy oda tapadt, és elkezdtünk ismerkedni. Elsőre nálam volt egy ilyen szerelemérzet, viszont Lillának volt egy párkapcsolata. Aha. És én akkor nálam... Lilla, miért is ültél a Tomi mellé? Mert jó volt abban a gazdasági tárgy. Így és én nálam a hint az már akkor is egy fontos dolog volt, és úgy voltam vele, hogy na nem, hát nekem így nem. Tehát ez így nem érdekel, és írogattunk, beszélgettünk, de ott teljesen onnantól kezdve nem... szerelmi szálon ment ez az egész, hanem így barátilag. Egészen eddig mi jött az új tanév, és akkor valahogy újra megláttuk egymást, és akkor ilyen nekem is jött, hogy hú, nekem ő kell, és akkor onnantól kezdve egy fél éven át megharcoltunk egymásért. De akkor már az előző kapcsolat vége volt, Lilla? Vége felé. Tomi rásegített, hogy akkor az ége legyen, ugye? Kiszállj abból az előző kapcsolatot. Amúgy... Ez egy olyan kapcsolat volt, amiben két hetente találkoztunk egyszer. Ja, Aztán ilyen barátként kezeltem már. Uh-huh. Tehát lazán nekem már nem is volt ez kapcsolat. Aztán így szép lassan abban igen. Nem, én csak annyit szeretném mondani. Én ott rájöhettem volna, mi nálunk, mert azért mint minden párkapcsolatban biztos nálunk is, vannak viták. Persze. És nálunk az egyik fő vita, az a Lilla határozatlansága, vagy döntésképtelenségében van. És én ott már rájöhettem volna, hogy ő milyen. Mert hogy ő... És akkor mit csináltál volna? Hát semmit, egyébként ugyanígy, na, csak látod. Mindig mondom, hogy olyan jó visszajön. De ne a szakember beszéljen, nem. De beszéljen csak a szakember. Nem. Mert én mindig mondom, mikor most összeveszünk itt 9 év, vagy már lassan 10 év után, hogy Lilla, én azt akkor tudtam volna. Igen, akkor se lett volna. Nyugi, éneket én is szoktam mondani. Nyugi. Tomika, most róluk van. Megnyugtatlak. Mert Lilla nem tudott ott se dönteni. Tehát, hogy ő írta, hogy szeretlek, meg költözünk össze, meg mindegy, mondtam, mert nagyon jó pofa vagy, de hát közben megtörtént már, ahogy vége van. Hát nem is találkoztunk már, mit tudom, hány hete. Hát nagyon jó, de attól még nem mondtátok ki, hogy vége ez van. Ez kikopott az életéből. Egyébként, Tomi, te előbb mondtad, hogy hát neked itt az önbizalom az, ami előtérbe tör, de nem csak az azért, ne legyen ilyen képed magadról, hogy amiatt, hanem arrogáns hogy... is vagyok. nem pont erre gondoltam, hanem arra, hogy azért te tényleg egy olyan zizegő valaki vagy, akire nem lehet nem odafigyelni, és azért annyi jó kedvet is hozol. Tehát most is például, amikor megérkeztél, én itt haldokoltam, hogy ugye szétmegy a fejem. És ehhez képest megjöttél, és egy hús elfelejtettem. Tehát, hogy tényleg egy olyan, ezzel az izegéssel, egy olyan pozitív, és a humoroddal, úgyhogy bárhol felkavarod az állóvizet. Úgyhogy nem csoda, hogy azért egyre több műsorba is. Egy maximálisan így van. Tehát, mint kiválóként, ugye én nem ismertelek, csak a televízión keresztül, ugyanezt éreztem, hogy nem véletlen, hogy te voltál igazából egy ilyen vezér, mert te az a típus vagy. Uh-huh. Tehát erre születni kell, és ebben, bocsánat, ebben együtt lehet nagyon jól élni. Van akit ez rettentően bosszant. És akkor mi van? És nagyon sokáig engem ez nagyon zavart. Uh-huh. És itt főleg egyébként mostában egyre többet merek már így kommunikálni, hogy amúgy engem gyerekkoromban ezért rengeteg bántás ért. Egyáltalán nem családilag, hanem mondjuk így iskolákban. Tényleg?
Én gimnáziumban a klasszikus kövér gyerek voltam, tehát nem ez, a, amire most is írják, hogy a hörcsög, meg a nem tudom én micsoda, minden is vagyok, igen, hanem hogy, hogy rendesen kövér voltam, és ugyanezzel a személyiséggel. Na most, hát legegyszerűbb fogás volt akkor, hogy adagadta, és hogy kevésbé voltam azért ennyire színes vagy életvidem, mert elengedtem, hogy jobban van akkor, akkor ez a véleményed. Mindig az járt a fejembe, amit... Ezért jó az emberek, vannak nagyobb testvéreim, mert láttam, hogy ott van a nővérem 15 évvel idősebben, megnéztem, mondom, hány gimnáziumi barátod van itt? Azt mondja, hát egy sem. És akkor mondom, na, hála Istennek, akkor túl leszünk ezen a pár éven, és akkor nekem se lesz ott egy sem. Mára már nem zavar, már most már tényleg eljutottam arra a szintre, hogy valahogyan ilyen semmilyen kritika nem érdekel. Csak az, ami belülről jön, de belülről az, az olyan szinten, hogy csak a lilla. Tehát én nagyon szeretem a szüleimet, de tőlük sem. Nem érdekel. Nem, mert olyan traumát tud okozni, hogy utána terápiára kell járnom, elmagyaráznom, hogy olyan sérelem van bennem. Az a te Achilleszed. Így van. De tőlem milyen kritikát fogadni? De bár megkérde, de Lilla meg olyan, hogy megkérdezem, hogy mit tudom, hízok 5 kilót, Lilla szerinted nem híztam? Dehogy is. Lilla szerint még mindig úgy nézek ki, mint az esküvőnél, pedig így kell, mint a virslit, amit túlmikrózol, úgy áll rajtam az atta. De hát, na, de várjatok, szerintem ennek a beszélgetésnek a konklúziója, de még ne jussunk el oda, szerintem az lesz, hogy Tomi rájön, hogy milyen rosszul nősült. Hogy ilyen tündért is kaphatott volna. Igen, így egy kicsit elkezdtem gondolkozni, hogy biztosan minden oké. Igen, egy picit úgy hallottam, csöndben maradtak. Dicsérik, nem szólnak, mindennek körül. Hát egyébként Tamás, Tomi, bocsánat, Tamást is szeretem, a Tamás is, Tomit itt. Gondolom, nekem aztán... Én Tamásnak hívom. Igen. Tamás szeretem. Szeretem. Komolyan. Nagyon szép nevünk van. Igen. Most képzeld el, ha a lány lettem volna, képzeltek el, elmondom, Kati lettem volna. Na, Kati. Nem, Kati. Na, Hevesi Katalin. Szép, jó napot. Na, ez nagyon szép. Ez egyébként szép név, Tamás. Igen? Igen. Nem, a Tamásra köbben ülök. Igen. Hogy... Most így én is. Igen, nagyon ebből, igen, az én, hogy éppen ezért, mert jelen vagy, és ahova belész, beteszed a lábad, onnantól kezdve rólad szól a műsor, és éppen ezért azért, hála Istennek, nagyon sok műsorban hívnak is téged. Ugye műsorvezető is vagy, meg több műsorban szerepeltek közösen is, és azt gondolom, hogy érdekes, hogy te is érzékeny vagy, hogy az igazságtalanság ellen, nagyon lejött, és azt szeretem, hogyha valaki szókimondó, és nem állandóan csak mosolyog mindenkivel, mert az, aki mindenkivel mosolyog, az senkivel nem őszintén mosolyog. Kettő pedig az is, hogy az is nagyon tetszett, hogy neked lelkiismereti kérdés például, mikor a főzés műsorban ugye voltál, hogy az egész ország sajnált téged, hogy kiestél. Tehát mögötted lett az ország, mögéd állt az ország, hogy miért te estél ki. Ugye ezeket hogy éled meg? Erre szoktam mindig azt mondani, amikor behívnak egy műsor castingra, vagy most igen, már hál' Istennek eljutottam arra szintre, hogy van, hogy úgyis hívnak műsorba, hogy nincs casting, csak gyere be, beszélgessünk, hogy ez milyen lesz. De jó. Hát ez már egy fantasztikus érzés. Hát ez és mindig mondják, hogy nem zavarna, ha nem nyersz. És egyébként a Farnál is ugyanez volt, hogy akkor zavarna igazán, ha én vesztes vagyok. De én valahonnan úgy jövök ki, hogy nyerek egy barátságot, igen, nyerek egy... pozitív megítélést, vagy tudok magamból adni egy olyan szeletet, amit az emberek nem is láttak, és nem gondoltak, hogy én olyan vagyok, az nekem az már egy nyeremény. Így van. És így átkapcsoltam az agyam, mert hogy azt meg már felfogtam, és nem azért, hogy pesztimista vagyok, de szerintem én, vagy ez olyan típus emberek, mint én, de ezt Krisztának is szoktam mindig mondani, hogy ne csüggedjünk, mert sose fogunk nyerni a tévébe, soha semmit. Valahogyan mi így vagyunk beállítva, semmit. Van. Legyen az tánc, legyen az farm, legyen az áruló, legyen az bármi, úgyse fogunk nyerni. Én háromban voltam, mindjárt másodikok lettünk, hogy valami ott a dobogon. Tehát, hogy nem sikerült nyerni. De egyébként érdekes ez olyan, mint a szépségverseny. Mindig aki megnyeri, az soha nem a legszebb. Az ország elkezdi utálni. A második sokkal szebb volt, meg a harmadik is sokkal szebb volt. Ugyanez igaz a bármelyik ilyen típusú vetélkedőre vagy versenyre, hogy akik megnyerik, akkor elkezdik őket bántani. Nem tudom, ez így vagyunk programozva, pedig hát nem tudom, miért kell bántani, hogy megnyeri egy versenyt. Tehát azért ment oda mindenki. És most volt ez a
utolsó, ez egy nagyon kemény volt ez a kastélyos történet. Az árulók. Az árulók, hát igen. Megmondom őszintén, két részét láttam, nem végig. Kemény volt, még nézni is. Nagyon, nagyon. Te nézted, Lilla? Az a baj, hogy pont akkor fürdettem meg a napot. Úgyhogy én nem sok mindent tudok erről. Amit Tamás mesélt nekem, aha, meg néha egy résztetet láttam, aztán ennyi. Meg a külföldi verziót. A külföldi verziót végignéztük. A külföldi verziót viszont fektetés után végignéztük. Mielőtt Tamás bement a kastélyba. Kemény volt. Végignéztük az összes részt, és nagyon jó volt. Mert ugye ezt én megkaptam. Igen, igen, tudom. És én Lillával direkt akartam is, hogy Lilla, mondom, nézd, hogy te mit látsz, mert ne az legyen, hogy én kívülállóként mit látok, hogy mi nem gyanús, vagy mi gyanús, vagy melyik a jó viselkedés, hanem egy tök más nézőpontból is lássa. És akkor Lilla mondta, hogy figyelj, első nap ide megérkezel, ne olyan legyél, mint a farmban, hanem tényleg tök átlagos legyél. És én annyira büszke voltam magamra, hogy az első adást végignéztem, és olyan volt, mintha ott se lennék. És mindig irigyeltem az ilyen szereplőket, mert általában azok a szereplők viszik legtovább, aki, mintha ott sincs. Ja, ez egy taktika volt. Igen, igen. Megfigyelés. Ideig, óráig ment, de utána egy konfliktus kialakult, pont azért, amit mondtál, hogy egyébként nekem nagyon magas az igazságérzetem bizonyos dolgokban, és akkor én nem szeretek olyankor csendben maradni, és akkor hirtelen előtérbe kerültem szokás szerint. Viszont ott még mai napig óriási hálával tartozok a Krisztának, mert ezt kevesen tudják, hogy óriási titokba kellett tartani ezt a műsort, de hogy én ott nem a Krisztát, mint barátot vettem elő, úgymond, hanem mind a szakembert, és akkor úgy már titoktartásra szerintem már megszeghettem, mert hogy megfogadtam, hogy akármilyen beköltözős műsorba én bemegyek, nem szeretnék ugyanúgy megtörni, mint a farmba. Mert hogy szerintem a legerősebb embernek is vannak olyan törései, amikor egy ilyen nagyon erős lelki csavar jön rajta, és akkor kifordul önmagából, és mikor visszanézem, akkor egy ilyen hisztis gyereket látok. És itt végre nem történt ez meg, mert a Krisztának mondtam, hogy jó, persze, tanuljuk meg azt, hogy milyen lenne a koporsóba eltemetnek a hasonlók, de mondom, abból majd kidumálom magam. Hogy ez viszont azt taníts meg nekem. Ő még a koporsóból is kidumálja magát. Mondom, azt taníts meg nekem, hogyha valaki hergel, akkor az hogy tűrjem némán csendbe. És én azt gondolom, hogy sikerült. Egyébként tudod, vagy nem tudod, én is szóba kerültem, engem is talán megkerestek, ugye? Emlékszem, és akkor dobtam be idézőben a töröl között, hogy nekem nincsen klausztrofóbiám, de kicsi van. És amikor pont ez a koporsós történet, mondtam, hogy nem, hát az biztos, hogy nem. Egyébként kívülállóként, szemlélőként ez egy nagyon érdekes, izgalmas vetőket. És egy kicsit dolgozzak, most képzeljétek el, a minket néző klausztrofil emberek, kliensek, pedig, valószínűleg nem kliensek, az, amikor valaki meg erre izgul, hogy most mennyire irigykedve néznek minket, hogy egy koporsóba. Mert hogy ugye különbözőek vagyunk. Hát egy élmény lehet, mikor Árpa Attila rácsapja a koporsó tetőt. Én amúgy kivírtam volna. Hát az van. Még egy kicsit lefekhetek. Figyel békén hagynak a gyerekek. Egyébként a Lilla egy ilyen műsort megnyerne. Tényleg? Szerintem ő nagyon jól alkalmazkodik. Én nem vagyok ilyen nagyon jó ilyen... Hogy hívják ezeket? Milyen? Színész? Vagy... Nem, nyomozó? Ezt a műsor. De Lilla, megnézed végül, hogy többségében azért olyanok mentek el a végjátékba, és azért nem mondom, hogy nyertek, ne sértsek meg senkit, hogy akik azért észrevehetetlenek voltak, sokat, nem olyan sokat tettek a nyomozáshoz. Én sokat nem tettem volna hozzá. Lehet, szerintem is. Lehet, hogy ő a gyilkos, de nem biztos. De én pont azt gondoltam. És akkor más véleményére mentem volna. Jó, na, de hát az a jó. Én azt gondolom, hogy az a jó. Saját véleményem nem sok lehet volna. De én azt gondolom, hogy egy ilyen játékban ez a jó. Én ezt a szerepet próbáltam felvenni, mert ugye Krisztát ugye legjobban én olyan esetőségre nem is gondoltam, hogy én áldozat leszek. Tehát én mondtam, hogy úgy megyek be, hogy én leszek a gyilkos. Tehát én abban a hitben voltam. Igen. És gondoltam, na jó, akkor olyan embert kéne eljátszanom, hogy vagyok, mint amilyeneket általában irányítani szoktam, és én éreztem, ott a stábban voltak benne pszichológusok, nem tudom, hogy ez titok, nem titok, de én egyszer, mikor beszélgettem az egyikkel, nagyon az elején, én megneveztem neki az igazi gyilkosokat, és utólag mondta is, hogy te tudtad, és én őhozzájuk vonzódtam. Ez egy taktika, tehát most én tudom rólad, hogy gyilkos vagy, sejtem,
akkor 22 ember között én azt gondolom, hogy csak úgy fogom tudni túlélni, mint amilyeneket én gyilkosként irányítanék. Hangos, irányítható, látszólag hülye, hát most bocsánat, nincs egy hasznos gondolata, és megy a másik után, és tudja befolyásolni a többiek. Igen, igen. És én azt gondolom, hogy egyébként vagy az olyan típusnak van itt túlélési lehetőség, vagy az olyannak, mint a Lilla, aki igen, hát nekem nincs gondolatom, jaj, de béna vagyok, de nem megy, oda szavazok, amit közben meg nagyon okos. Igen, és akkor őt minek akarnák megölni? Igen. Hát nem. Ártatlan, meg, így van. Persze, hát most, és ez a logika jött be, tehát ha más évadokat, más országban megnézzük ezt a műsort, ennyi rengeteg sok gyilkos nem sokban volt. Mm-hmm. Tehát az amerikaiba az első gyilkos végigvitte az egészet. Végig. Sőt, a végén még átverte egy gyilkos társat, aki előtte két nappal csatlakozott, hogy te nem érdemled meg, hogy nyerjél. Mm-hmm. A szeretet ünnepéről beszélgettünk csak úgy. Gyilkosság, körbeírtuk. Hát sokan szeretnék. De járj, persze. Egyébként annyit hadd kérdezzek meg én, Lilla, hogy te, amikor a Tomit visszanézed, vagy nézed azonos időben, te mennyire vagy ideges, vagy izgatott, az szerint, mert nyilván ugye ezt tudjuk jól, hogy mondjuk egy olyan műsort, amit 24 órán keresztül forgatnak, hogy abból bármit összevághatnak, és tényleg az, hogy milyen karaktert hoznak ki valakiből, hogy te neked ilyen értelemben mennyire szorul össze a gyomrod. Ezt azért kérdezem, oké, az egy kicsit más, mert én általában azonos idejű műsorokat néztem a Tomival, de amikor ő ilyen sztárban, sztár nagy duett, én olyan ideges voltam, az hogy folyamatosan elinte elkezdtem leföl alá rohangálni, de rájöttem, hogy ez nem annyira hasznos, úgyhogy én szobabiciklén tekertem, és néztem, hogy valahogy levezessem a feszültséget. És hogy ezért kérdezem, hogy te benned ez hogyan csapódik le, mennyire izgulsz a Tomiért, amikor tudod jól, hogy ugye neki mennyire fontos ugye az az arculat, meg hát nyilván mind a kettőtökre ez kihat, hogy jelenik ő ott meg. Igen. Így van. Hát én igazából azért izgultam mindig, hogy jól jöjjön ki a kastélynál is, meg a farknál is. Igen. Hogy a nézők azt lássák, hogy Tamásnak van igaza, nem pedig a Márkónak. Jó nevelés! Hogy az egészből ne Tamás jöjjön ki rosszul. Kezded el a... Én még csak ezért izgulok, hogy ne a Tamást utálja a néző, hanem neki adjon igazat, hogy így van. Megint visszakanyarodunk a beszélgetésünk legelejéhez, hogy én még életemben nem tudtam olyat tenni, amire Lilla azt mondta volna emberileg, hogy szar vagy, rosszul csináltad, nem tetszik. Szóval mindenkinek ilyen társat kívánok, mert hogy tényleg. Azonnal hajdab, engem lecserélnek. De hogy soha, még olyankor sem, amikor már én is volt egy halatortán műsor, ahol ment ez az adok-kapok az egyik versenyzővel, és már engem zavart, majd rosszul volt visszanézni magam, hogy fú, ott azért túllőttem. Hát nyilván az arrogancia, intelligencia keveredik, akkor ezt én nagyon tudok szájkaratézni, és már engem zavart, Lilla, nem, tök jó. Hát képzeljétek, amikor ezekből a versenyekből az ilyen élő adások voltak, Starban, Star, Nagy Duel, Starban, Star, meg egy kicsi, ebben a háromban voltam, ugye, jöttem haza, és a Kriszti úgy ugrott a nyakamba, mint egy új szerető. Tehát egy csodálatos, tényleg úgy, annyira izgult értem, tényleg őszintén, tehát olyan cuki, tehát imádom, és nem cserélném le senkiért, meg remélem ő se engem. Na, és tényleg egy, mennyire fontos a társ. Tehát amikor az ember hazamegy, és ott kapod meg nektek ugye a család is, hogy ott kapjátok meg azt a fajta töltetet, töltődést, és azt a fajta szeretetet, amit adott esetben ott nem kap meg az ember, mit kitől kapná meg nyilvánvalóan, és hogy ez mennyire fontos tényleg ez a támasz, az, hogy van mögöttünk, aki szeret bennünket. De ugyanez fordítva, amikor Kriszti a dzsungelben, amikor kim volt, és le kellett ugni egy szikla széléről, bungee jumping, emlékszel? És ez ami a fejvédőkön volt, ott volt a kamera, a GoPro kamera, és orban vágtam, leesett róla a zuhanás közben, csak mondom, és azt átélni, hogy látom a feleségem zuhan hátrafelé, lefelé, és leugrik, és sajnos sok baleset történt a világban, tehát ugye én mindig ezért aggódom, ő is aggódik, mindig értem, hogy én sokat vezetek, rengeteget megyek ugye az országban, hogy mindig hazaérjek. Tehát, hogy ez mennyire fontos szerintem ez a családi dologban, és ugye az, hogy hívő emberek vagytok, ez egy csodálatos dolog szintén. És mi gyerekként úgy lettünk nevelve, hogy az éjféli mise az kötelező volt, tehát úgy kötelező, nem is kellett mondani, mentünk. És óriási tömeg, stb. Ugye én Gyulán nőttem fel, a gyerekkoromról beszélek.
És hogy milyen csodálatos dolog az, hogy ti ebben is egymásba tudtok kapaszkodni az Isten segítségével. Szerintem az életetekben vannak biztosan olyan példaképek és olyan fontos emberek, akiknek nagyon sokat köszönhetek a szüleiteken kívül. Jól olvastam, Tomi, neked az Andrew Wajner is egy ilyen. Mesélj erről egy kicsit. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, pont a Krisztának elemeztem, mindig, amikor elmegyünk barátilag beszélgetni, hogy aztán mindig előveszem belőle, ő belőle, kihozom a szakembert, mert hogy ő, ugye Andy az a személy volt szerintem nem csak nekem, mind a kettőnknek az életében, hogy egy olyan típusú ember volt, akit pillanatok alatt nagyon könnyen lehetett szeretni. Uh-huh. Tehát egyszerűen... Egy karizmatikus így van, volt. Viszont szeretetet adni szerintem nem tudott, szinte senkinek. Tényleg? Én őszinte leszek, én egy embert láttam, amíg én ismertem őt, akit igazán szeretett, az a Timi. Uh-huh. De hogy ő nem nagyon tudott, és akkor, de viszont nagyon lehetett szeretni, mert elmentünk vele mondjuk egy étterembe, és ugye én nem eszek cukrot, mert inzulinrezisztens vagyok, nem eszek lisztet, hasonló, és ő mindig mondta, hogy fasság, tehát ennyivel lezárt. De ha ő előbb odaért az étterembe, már megrendelte nekem azt az ennivalót, amit na ez a kacsa, ez nagyon jó neked, meg tehát, jó. És utána nekem ez olyan jó érzés volt, mert én nem voltam neki senkije. Én rokona sem volt. Lilla a sógornője volt, ugye, ha most ezt úgy nézzük papírforma szerint, hogy én senkije nem voltam, és ezek olyan jó dolgok voltak, hogy basszus, hát most ő megjegyzi, hogy ilyen gondoskodást éreztél. Viszont utána, amikor valami olyannal fordultál felé, amihez kellett volna úgymond a szeretet oda-vissza, csak egy véleményt megkérdezni, akkor fejeztem be az alapdiplomám, és mentem a mesterre, és akkor jó nagy fasz vagy, és így ennyi. És mondom, Andy, miért? Mert az élethez nem kell a diploma, hülyeség, ez csak azért mész oda, mert nem akarsz dolgozni, és akkor így... Uh-huh. És meg se akarta érteni, uh-huh. hogy nekem ez miért az fontos. Ő szájából. Igen, és szóval, hogy engem sok dologba változtatta meg az életemet, inspirált is, és sok tanítást is adott, nem feltétlenül ő, hanem az ő élete, életvitele. Most ezt én kimondom bármennyire, és nem szép dolog, de hogy én például nem vágyok olyan hűde nagy vagyonra, mint ami neki volt. Mert én azt láttam őrajt, hogy ez nem feltétlenül a klasszikus mondás, hogy a pénz nem boldogít, szóval nem feltétlenül ad egy alap boldogságot. Hát szokták mondani, hogy a leggazdagabb emberek valahol a legszegényebbek belül, vagy fordítva, a legszegényebb emberek fizikálisan és materiálisan, vagy egyáltalán azok a leggazdagabb emberek lenni a lelki világukban. Uh-huh. Tehát ugye, akik nagyon gazdagok, sok mindent megengedhetnek, vagy szinte mindent megengedhetnek maguknak, talán ez a fajta állandó megküzdés az élet jobb átételéért hiányzik belőlük. Talán így lehet a... Igen, de hogy voltak olyan pillanatai Andynek, amikor meg azt mondtam, hogy 20 éves emberek nem ilyenek, olyan életvidámsággal, aha, olyan élni akarással, tehát nekünk még a mai napig, mikor sokan az ő közeléből is mondják, akik neki dolgoztak, barátai, hogy hát, de hát ezt azért tudtuk, hogy Andy beteg, és mindig mondtuk, hogy nem, mi nem tudtuk. Ugye nem, előtte karácsonykor is elmondta, hogy na, ő 120 évig fog élni, és mi ezt elhittük. Mindig azt mondta, hogy a rossz pénz nem vész el. Így van. És ő nagyon figyelt arra, hogy például már nagyon 60 pluszos társasággal se keveredett, mert hogy ő nem akarta azt hallgatni, kinek mi fáj, hol fáj, kivel, mi történt. Igen, olykor fiatalabb gondolkodása volt, mint nekünk. Aztán. És ez is egy inspiráló hogyne dolog volt. Most már azért 5 év távlatában hazudnék, azt mondanám, hogy nem hiányzik nekünk, de hogy azért az utolsó években messze nem volt már vele annyira szoros a kapcsolat. Nekünk ugye egyáltalán nem jött le, hogy beteg, tehát tudtunk mindent, tudtuk a cukor betegségéről, tudtuk, hogy a tüdeje nem volt 100%-os, tudtuk, hogy szív problémája volt, de hát járt hozzá az orvos, a nővér, az infúzió, ő soha nem panaszkodott. Uh-huh. Tehát amikor a cukor miatt nem tudott a lábán az ekkora fekély meggyógyulni, és hát ők már be voltak fizetve, hogy mennek a Maldívra karácsony után, ők mindig oda mentek, és mondja, így fogsz úszni a lábaddal, oké vagyok, ne foglalkozz velem.
Jó, ezt a mentalitást Egyesült Államokból, vagy eleve genetikusan már ilyen volt ő, szerintetek? Nem tudom, én azt veszem észre, hogy ő, vagy azt vettem észre, hogy ő taszította azt, ha valaki panaszkodik. Uh-huh. Tök mindegy, hogy miről. Uh-huh. Betegségről, magánéletről, házasságról, család, gyerekre, bármiről valaki panaszkodott, szóval elhallgattad, az biztos, hogy ez még egyszer nem jutott. Krisztián, ismered ezt a típust, ugye? Igen, nekem az jutott eszembe, illetve mindig az jött le, amikor így beszéltél róla, hogy ugye mindenkinek ugye a hatalma és a vagyona az az, ami elsőre eszébe jut, de hogy neked, mint ember volt egy nagyon közelálló, egy inspiráló, és még mindenki azt hitte, hogy te az ő vizén tudsz ilyen értelemben, és mondtad, hogy a végén az volt a pont az érdekes, hogy inkább több hátrányod volt emiatt, mert hogy úgy tekintettek rá, hogy... Azt hitték, hogy ő nyom téged, vagy csúnya szóval? De Andy egyenesen... ellenezte, hogy mi bármilyen szinten szerepeljünk a médiában. Tehát, hogy ő nagyon. Aztán. Amikor az esküvőnk volt, mi magunk sem akartuk, tehát mi, visszakanyarodok mindjárt, csak egy kitekintés, hogy pont ezért nem engedjük a gyerekeinket, egy fényképet nagyon nem rakunk ki a socialben, mert hogy mi magunk sem szerettünk volna médiába soha szerepelni. Emlékszem, mentünk csak egy moziba, vagy velük elmentünk valahova, hát végül is persze. Lilának a testvérék voltak, de most az, hogy mi elmegyünk velük egy étterembe, vagy egy moziba, mert nagy nehezen valamire mi magunk is meg tudtuk őket hívni, szerintem ez egy tök normális dolog, persze. Hogy elmegy egy család. És ott fotózgattak, és mi menekültünk el egy időben, hogy mi ezt nem akartuk. Uh-huh. Mi végeztük a magunk is munkáit, csináltuk az egyetemünket, és mi egy normál hétköznapi életet akartunk élni. Majd becsengettek hozzánk az újságírók, hogy hol laktok, mekkora a lakás, milyen, hogyan, mikét. A privát Instagramunkról levették, hogy a nem tudom én 1000 forintos vizet isszuk, mert az volt a kocsiba, valahogy kifotózták, ja, és hogy luxus vizet iszunk és hasonló, és jött az esküvőnk napja. Uh-huh. És finoman jött a különböző újságoktól a megkeresés, hogy na, mégpedig ők ki fognak ám jönni, mert hogy ott van a Mátyás templom, ez közterület, uh-huh. Úgyis lefotóznak. És az, hogy mi úgymond eladtuk baromi nagy idézőjelbe az újságnak az esküvőnket, az azért volt, mert egy nagy heti lap hajlandó volt bevállalni azt, hogy bevéd minket lényegében, hogy a kis újságok majd nem fogják megjelenítetni. De... Ez is már fordítva kommunikálták a különböző csatornák. Így van. De ott ugye készült kép Andyről. Ez címlapra került. Andy ezen baromi mérges volt, hogy még ti jöttetek el, hogy mi ő igen, rajta rosszul. Keresztül aha. Szeretnénk szerepelni, miközben ez nem így volt, és utána rá egy hónapra vagy két hónapra csörrent a telefon egy vadidegen számról, XY vagyok TV2-től, szeretnénk beírni benneteket, mert indul egy páros műsor, és rátok gondoltunk. Így van. Úgy kezdett, de hogy mi nekünk akkor már elkezdett, hogy fú, milyen jó lenne, mert akkoriban mentek a nyerőpáros az RTL-en, ez hát olyan lesz, miket ez érdekel, elmegyünk csak egy tévéműsor és soha többet. És nem mertünk elmondani Andynek, holott akkor ő volt a tulajdonos a TV2-nek. Ja, igen, igen. Az utána az mondtuk igen. El, amikor leszerződtünk. Uh-huh. Mentünk át, és addigra ő már valahogyan megtudta, nagyon nem volt boldog, baromira nem, és végig egy olyan érzetünk volt ugye Máltán, hogy mindenki azért dolgozik, hogy mondom, minél hamarabb hazakerüljön. Ez a legbátrabb pár. Igen, a legbátrabb pár. Igen. Azt éreztük, hogy aztán lehet, hogy ez már egy összeesküvés elmélet, de hogy mindenki és minden azon dolgozott, hogy mi nehogy döntőig menjünk, mert hogy akkor majd mi lesz, és végül döntőig mentünk. De ügyesek voltunk. Igen, mert hogy mi párbajoztunk a legtöbbször. Tehát az összes párbajt megnyertük, és valamiért ott maradtunk. Uh-huh. És utána, hát egyáltalán nem is voltunk műsorban, nekem utána lévő műsorom az volt, hogy visszamentem egy konyafőnökbe, uh-huh. Egy civil konyafőnökbe az RTL-re, egészen a döntőig mentem. Igen, igen. Zseniálisan főzött. Jó, főzött, Tom. Nagyon jó. Igen. Te honnan tudod, Krisztián, jut eszembe? Onnan, hogy össze voltunk zárva, és abból én a pár kis akármiből is olyan na, de bárján, mik voltak ott, milyen alapanyagok, amit megfogtatok? Hát figyelj, amit utolértünk, és ami a kezünkbe pottyant, igen, körülbelül. Liszt meg az élesztőt kértünk mindig, hogy adjatok már élesztőt, és akkor én, aki nem eltek lisztet, igen. Csináltam ott a kenyérlángosoktól kezdve mindent a csapatnak. Akkor a fokhagymából, és hát én életemben ilyen fokhagyma, port, fokhagyma, granulátumot, fokhagyma, krémet. Tehát, igen, mert az volt a melyik feladat, igen. Fog, emlékszem. Igen. És a karácsonyi menü, ha már karácsonyi menüben, igen. Hogy néz ez ki? Te szoktál főzni? Na, Lilla, hogy fog kinézni? Úgy érzem,
nem betalált a kérdésed. Igen, ugye én nem nagyon tudok főzni, Tamás meg profin tud főzni. De már Lilla is tud. Hát például a teját ragyogóan főz, azt hallottam. Az speckó. De nem égetted még oda a teját? Nem. Én büszke vagyok rám, mert én kérésemre, ő igenis elment egy konyafőnök VIP-be, és legalább kapott kötényt. Az egy dolog, hogy utána az első adás. Figyelj, focizni, azt te is kapsz kötényt. De hogy eljárt felkészülni, szóval szerintem Lilla is tudna. Meg Tamás is nagyon sokat készített fel, csak az a baj, mert mindent elfelejtettem. De bébi püréket nagyon jól csinál. Nálunk úgy... Megfőzni tudok zöldségeket. Zöldségek. És akkor látok, hogy van a főzés. Tehát például a karácsony, most csak a karácsonyra lekanyarítva. Én ragaszkodok ahhoz, hogy amikor főzök, ezért is jó, hogy ilyen amerikai konyás a házunk, hogy... Ne zavarjon senki. Nem, hogy én főzök, csak legyenek körülöttem. Hogy karácsonykor alapból kikapcsolódás, de karácsonykor akkor menjen karácsonyi zene, játszik a gyerekekkel. Én akkor nem megyek oda. Főz? Viszont nekem Lillának kell eltakarítani utána, mert én semmit. Nálunk én közösen. Én semmit. Na várjál, hallgassuk már meg, hogy náluk hogy van. Általában kacsamáj, valami hasonló a menü, mert hogy én... tengervízi halakat egyébként megeszem, de ez ilyen édesvízi halászt és ilyeneket, nem tudom miért, gyerekkoromtól kezdve én megérzem a halásznének a szagát, és de volt olyan, hogy tehát már ilyen ájulásig éltem rosszul. Nem mondod. Igen, és akkor ilyen epét hánytam, és hasonló olyan rosszul létekben voltam, pedig nem ettem bele soha. Na ezért. Lilla viszont imádja, úgyhogy mindig, amikor 25-26-án az én szüleim is jönnek fel, meg az ő szülei is, akkor mindenki hozza a halásznevet, én meg elvonulok. Hagyj, csak egyek, és mindenfajta túlzás nélkül mondom, a Kriszti olyan halászlét csinál, hogy... Ezt mindenki ezt mondja. Nem. Mindenki ezt mondja, teljesen igazad van, mindenki ezt mondja, de ő kicsit speciálisan másképp csinálja, és figyelj, én nagyon válogatos vagyok, én még gurmán vagyok nagyon, és a halászlé elképesztő. Egyedülállóan zseniálisat főz, úgyhogy ezért kötelező nálunk mindig a halászlé. Hát én a Venice Touros nagy szakácskönyvből néztem ki azt, hogy teszek bele, tehát nem csak ugye a halban úszik a hal, hanem hogy sárgarépát és a hagymát, és egy kicsit ilyen lecsó alappal, és ezáltal nem annyira halhalízű, hanem egy kicsit... Akkor meg az lehet, még meg is enném, de túlozzunk. Nem azért mondtam, hogy csinálj, mert meg vagyok. Csinálni fog, igaz, csinálni fogsz. Azt természetes. Akkor viszont, Tomi, te ne gyere hozzánk, mert nekünk egy ekkora nagy ilyen vájding, annyira imádjuk a halászlét, hogy akkor három napig a... Kriszti háromban négy napig eszi. Lilla is szereti, Lilla se tudja megunni, Lilla is nagyon szereti. Én nekem nem, a rántott hal sem, tehát egyáltalán nem. De viszont minden más óriási nagy főzés. És akkor mindig minden évben mást készítesz, vagy azért vannak a hagyományosan belőtt tutirec, mind a Kriszti nálunk ugye a halászlé? Mindig valamennyire más, de azért többségében kacsamáj, és hasonlók vannak. Pláne ugye neked van ez a rezisztenciád, tehát nyilván neked ugye vannak idézőben nem ajánlott ételek, köretek, stb. Ugyanevel küszködünk, mi is velem küszködünk, mert ez egy teljesen normálisan működik már. De hogy csúszra lehet tenni, ugye ezt tudom mondani, hogy ez egy jó dolog. Én egy dolgot hadd kérdezek még itt a karácsonyi ajándékozással kapcsolatosan, mert ugye hát most itt a pszichológus budjan elő belőlem, hogy azt szoktuk mondani, hogy azt szoktuk mondani a gyerekeknél, hogy ez már egy ilyen régebbi fejlődés lélektani szabály, hogyha a gyerekeknek adunk fakockát, akkor borzasztóan boldogan játszanak vele, és az egy fejlesztő hatás. Még hogyha odaadjuk neki az ilyen csili-vili robotot, ami víjog, fénylik minden, akkor dobja a kockákat, és csak a robottal játszik, viszont ugyanakkor az meg semmit nem fejleszt. Hogy ti tudatosan odafigyeltek arra, tehát mi az, ami inkább a döntő, hogy olyat vesztek a gyereknek, ami fejleszti, vagy olyat, aminek mondjuk nagyon örül és szeretné. Vagy mind a kettőt megkapja. Fülök asszony? Nekem ebben van elvem, de ő dönt. Na. Hát te mondjad, hogy mit veszünk. Most már a Noa, a nagyobbik, aki 3 éves, már meg tudja mondani, hogy ő mit szeretne. Ábel még. Erre szoktam azt mondani, én is szeretnék Ferrari-t. Ábel meg azt szeretni, amit pont ez jutott eszembe, ja, hogy Ferrari-t kér. Én mindig szoktam, hogy én is szeretnék egy Ferrari-t, meg minden hasonló, de sose kapom. És a Noa nagyon... Matchboxban matchboxon meg lesz. És a Noa nagyon szeret játszani ezekkel a kemény állatokkal. Ezek a műanyag. Szinte már minden állata van, mindenféle afrikai, ázsiai, mindenféle állata van, kivéve a farkas, meg a róka. Ez a kettő még hiányzik, és ezt mondogatja, hogy
farkas kérek majd karácsonyra, meg rókát kérek karácsonyra, na és akkor ezt be is szereztük neki. Tegnap, egész pontosan tegnap. Na de mellé mindenképp akartunk valami fejlesztő játékot is, úgyhogy a szülőknek elküldtük, hogy milyen fejlesztő játékot. Amit a nagyszülők. A nagyszülők, igen, hogy milyen fejlesztő játékra gondoltunk, meg mi meg pedig vettünk egy ilyen színezős, matricázós, ilyen fejlesztők. Én ezt szerettem nagyon. Na, hát akkor rátérek a témára, csak próbálom majd hogy Lilla beszéljen, mert hogy ugye azért nálunk az ajándékozás, főleg a gyerekeknek, én ebben nagyon következetes vagyok. Ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy lényegében nekem is gyerekkoromban mindig mindenem megvolt, és én azt gondolom, hogy mi gyerekeinknek is mindig mindenem megvan. És én pont emiatt ezt az ajándék dömpinget gyűlölöm. Azt szerintem utálom, szeretik. És ebből családi vita is szokott lenni leginkább a nagyszülőkkel, mind a Lilla szüleim, mind az én szüleim, meg ugye Lilla baromi szerencsés, mert még a déd, tehát hogy a gyerekek dédszülei is élnek, hogy én nagyon nem szerettem azt, hogy kap egy ilyet, meg egy ilyet, meg egy ilyet, meg egy olyat, és akkor már január 10-e van, és már egyikkel se játszik. Ez igaz. És én járok be egy gyerek otthonba, egyébként innen nem messze, és mindig mondom, hogy össze kell szedni szépen dobozba, és beviszem. Mert hogy ott még a gyerekek, ugyanúgy ők se fognak egyébként sokáig. 10 nap. Tehát ez egy ilyen tévhit, és pont anyukának szoktam mindig mondani, hogy nagy azt gondolt, hogy oda beviszem a gyerek otthonba, és akkor ők majd ennek évekig örülnek. Ugyanolyan gyerekek vannak persze, ott is, mint ami otthon, 10 napig örülő, és aztán majd megy tovább. De igen. Hogy én ebben nem hiszek. És most például mi összeírtuk, hogy Noa szeretne könyveket, mert Lilla olvas neki esténként mesét, és hogy a Ferdinánd a Bika egyébként a Disney mesékből a kedvence, ez a farmos időszakból. A műanyag állatok is azért lettek a kedvencei, mert apa ment a farmra, és két bikával meg egy tengelyen játszott. És aztán már kinyílt az ismerete minden állatra, hogy neki is már minden állat is kell. És akkor összeírtuk, hogy mi az a pár, 4-5 műanyag állat, ami kell, 2-3 könyv, hogy ezeket megvesszük mi. Mire hívott anyukám is, hogy na ő mit vegyen a gyereknek. Mm-hmm. És akkor mondtam, hogy tudod mit, akkor ezt rendeld meg, én ehelyett nem fogok mást venni. Persze. Tehát nem lesz az, hogy a anyu megveszi a mancsőrjáratos könyvet, meg az őszüleim megvesztek, hogy akkor fogom, és akkor mi nekünk a kis dobozba, pár szem csetresz lesz benne. Már most bocsánat, aminek ő ül, mert holnap meg, holnap után már jön az egyik mama, meg a másik mama, és ott lesz. Szerintem ez torzítja a gyerekeket, mikor ez a 100 millió. A túl sok minden. Nem, én ezt baromira nem bírom elviselni. Igen. Nem, engem de annyira fel tud hergelni, idegesíteni. Most képzeljétek el, amit még a beszélgetés elején említettem, hogy nekem mi volt a legemlékezetesebb ajándék. Mindenki megkapta az ajándékát, csak kicsomagoltuk, Gyulán otthon a szülőjét, ott van mindenki, még nagymamám is élt, stb. És akkor képzeld el, nagyon sok mindent kaptam. De tudjátok, ruha nem is, a többi. És megköszöntem, mint hogy az illik, és akkor erre mondja megszól apukám, hogy meg se nézed az igazi ajándékodat. Mondom, mi az igazi ajándékod? Hát ott van a fenyőfa mellett, és ott volt egy gitártok. És arra gondoltam, hogy de milyen rendesek, hogy vettek nekem egy gitártokot, mert nekem akkor volt egy hát nem annyira jó minőségi gitárom, és akkor annak nem volt tokja. Én azt hittem, hogy tokot kaptam. Soha nem felejtem, még az illata is itt van az orromban. Tudod, fölnyitottam, és egy gyönyörű szép Ibanez márka, egy sora, fantasztikus. Akkor én emlékszem még az árára is, mert később bátyám elmondta, hogy ez 10 000 forintos gitár volt. Tehát az akkor hatalmas pénz volt. Persze. Igen, hát meg eleve. És 10 000 forintos gitár az ilyen belejesz hivacsba becsomagolva. Tehát egy csodát, és éveken keresztül abban játszottam, és rengeteg dalom született azon, hogy itt is a meglepetés ereje volt az, ami lényeges. Nem az értéke, meg nem az, hogy... És hogy gondoltak rá, hogy mivel tudnak nekem örömet szerezni, mert akkor előtt én ugye komoly zenét tanultam. És amikor a Krisztit feleségül vettem, és én akkor belecsöppentem egy új szituációban, hogy én az a típus vagyok, tehát egy kicsit ilyen vegyesen gondolkozom, hogy mindig figyelem egész évben, hogy mivel tudok neki örömet okozni majd karácsonykor. Tehát mindig meg is beszélünk valamit, de mindig más dolgokat is szoktam hozzá mellé venni, amit én akarom. Én azt akarom, hogy annak ő tényleg a meglepetés ereje meglegyen, hogy annak örüljön. És már idénre is megvan, hogy mit fogok neki úgy venni, hogy amiről ő nem tud. Van, amit ő kér, és akkor azt megbeszéljük. Viszont én nagyon nehéz eset vagyok neki. Orzasztó. Üdv a klubban. Üdv a klubban. Pedig nem igaz. Nem igaz. Nekem nagyon jól lehet vásárolni. Szerintem annyi minden tudja a Kriszti, mi érdekel, rengeteg dolog. Az is igaz, hogy
hogy mindenünk megvan, mi nektek is. Körülbelül. Igen, bármit mondok, az nem kell. És az a fajta ünneplés, tehát a karácsonynak ez a szent ünnep, ez egy olyan nálunk is, hogy ez az én feladatom lett, de ezt én örömmel veszem, nem is feladatnak tekintem, hanem talán, hogy én találom ki a szalvétát, hogy a gömbök, hogy minden passzolj mindennel, harmóniában legyen minden mindennel. Igen. És a Kriszti addig viszont olyanokat főz, hogy elájulok. Tehát, tényleg... Szó szerint is? Nem, kevesen tudják elképzelni a Kriszti, de zseniálisan főz a Kriszti. Sajnos ritkán, de zseniálisan főz. Zseniálisan főz. Na várjál. Hát mindig együtt segített. Igen, én voltam a konyhalány. Sok helyen ki van írva a városban, ami járunk, hogy konyhalányokat felveszünk, ugye másodállásban mehetsz, Maszkó. Ha vele együtt, nekem meg egy dolog jutott eszembe a karácsonyról, mert miért is alakult ez is így, ugye, hogy mindent, tehát te díszíted a fát, te választod meg a színharmóniát, tehát egyrészt azért, mert érzéked van hozzá, hogyha valami borzalmat csináltál volna, akkor nagyjából esélybe lekavartak volna. A másik meg az, hogy nekem mindig, ugye, tehát azért nagyjából Tomi itt végigélte velem, ugye én mindig vizsgáztam. És pont ez jutott most itt eszembe, több ok miatt is, hogy ugye itt volt egyetemista szólva, hogy azért nekünk mennyire a vizsgai időszak azért a karácsonyokat. Bocsánat, jó, hát aki... Nálunk ez egy nagyon... Már elővizsgázott. Hát én december 10-15-ben még ott is volt elővizsgám, ahol nem volt kiírva. Én mentem a tanárhoz, hogy na hát akkor... Milyen agya van, hallod, mint a szivacs, minden. Én mindig imádtam, jön a karácsony, és mondtok, ez a január 10-ig nekem semmi dolgom nincs, és ezt most a munkavilágában is már betartom, hogy karácsony előtt mindent befejezek, és a január 10-ig nem dolgozok. Van vállalkozás. Igen, mert én többségében, én ezt megfogadtam, nekem bejött az egyetemi létnél, hogy én főleg ott ezt a november-decembert, ezt úgy végigtoltam. Tehát ahol megajánlott jegyet lehetett kapni, akkor arra ráhajtottam, ahol elővizsga volt, akkor arra, ahol nem volt semmilyen, csak mondjuk lehetett szóbelibe, pluszba, akkor én ezt megcsináltam. Soha nem volt olyan, hogy én nekem az új évben vizsgám de nem jó. Volna. Soha. De nem volt nyugtott, mert nekem viszont pótvizsgálat. De lehet, ez azért volt, mert mindig tanítottam, tudod, hogy közben. Nagyon sok Lillában. Most milyen vállalkozást csináltok egyébként? Most főként már csak, most csinálta. Csak ott mondom, igen. Hogy van egy működő marketing ügynökségem, az. Jelenleg most újraindulóba, mert az elmúlt években a vendéglátástól a szépség, szalonüzemeltetésen át a glutén létezik, az még megvan, igen. Na, ugye? Végség és gluténmentes konyha, az egy nagy szerelem. De jó. A recepteket én találom ki, nagyon kedves barátommal. De hogy a marketing volt, ami a fő irány volt, és mivel annyi helyen elkezdtem üzemeltetőként megjelenni, vagy üzlettársként, egyre kevesebb időm volt rá, pedig azért neves magyar éttermektől kezdve, ruhamárkákon át azért mi vittük a marketingjüket, és egyébként nekem Lilla is egy nagy segítség, mert ő, mint fotós, szokta fotózni az anyagokat, vagy amikor mondjuk a social oldalokat is mi kezeljük, és én lusta vagyok, és átadom neked, Lilla. A Paláder? Már fel ide posztot, az a YouTube. Az a YouTube. Oda a YouTube, azt is átadtam Lillának, mert én már nem gyártok videót, mert mindig az van, hogy túl sokat beszélj, ez nem vagyok. Hogy beszéljen ő, hát aztán nem érdekel. De most is a West End-ben van a Pék. Aha. Az nagyon-nagyon, én nagyon örültem neki, mint gluténes, ugye, és már étterem is. Az étterem nagyon jól megy, képzeld, de ez olyan érdekes, hogy ott az ott van a West End-ben. Uh-huh. Az olyan érdekes dolog, hogy csak ilyen street food kajáink vannak. Hát az megy most. Ilyen napi levesek igen. Is, de hogy ami az étterem részében van, ezek a mindenmentes dolgok, zseniálisan mennek. Aha. A Pékség nem. És szerintem azért nem, mert annyi alternatíva van a piacon minden szupermarketben. Most már mindenhol tudsz gluténmentest venni, cukormentest venni, nem a legjobb minőségeket, de mégis azt teszik meg az emberek a közelség miatt. Én magam is sokszor onnan veszek, mert de jó, bevásárolok, ott van minden. Viszont... az étterem rész az baromira kedvelik. Avel együtt olyan jó dolgok voltak ott nálatok, tehát például mondjuk, amikor én gluténesként, ugye nem tudtam, gluténérzékenyként, ugye nem tudtam például, hogy ez a szárított hagyma az, amitől mindig rosszul vagyok, uh-huh. És amikor ezt megláttam a polcon, ott örömködtem. Annyian nem gondolják, hogy a műzliszerettől kezdve olyan. A pirított hagymát, mennyi mindenben. Igen. Minden van. Egyébként így még visszacsatolva, vagy emlékszem, amikor a Fülöppel, budavári Fülöppel mentünk így hárman, és az jutott eszembe,
arra, hogy előbb mondtad, hogy te is túlsúlyos gyerek voltál. Mi hárman túlsúlyos gyerekek, ugye, abuzált túlsúlyos gyerekek amiatt, hogy kövérek voltunk. Tényleg, tehát majd a következő, vagy az egyik adás januárban a Fülöp lesz pont. Nem tudjuk, de közeljövőben, igen. Viszont ne haragudjatok, én azért is kanyarodtam itt a vizsgaidőszak témájára, és nem elvéve az ünnepáhítatát, mert mindjárt lekésem a vizsgámat, mert hogy nekem viszont egy lassacskán kell mennem vizsgáztatni 180 hallgatót, úgyhogy lehet, hogy nekem a fa alatt nagyon lesz egy pár stósz. Nem hagyom magam befolyásolni. Következő akkor itt a záró gondolatokat, akkor hagyd mondjam el. Igazság szerint jön az új év, 2021. év, ugye nagyon sokat várunk mindig az új évtől, új fogadalmak, stb. De mégis talán a legcsodálatosabb az, hogy mikor a fa mellett állunk és közösen énekelünk. És annál még egy csodálatosabb van, amikor még többen voltunk a fa körül. És szörnyű érzés, hogy egyre kevesebben lettünk a mi családunkban. És nekünk ez egy nagyon meghitt pillanat, és vannak azok a kötelező dalok, amelyeket elénekelünk, és hogy ez milyen csodálatosan a fának az illata, az üzenete, a meghittség, ez egy nagyon, nagyon szép, és az, hogy tényleg, hogy megterítünk, ahogy ott eszünk közösen. Teljesen más, a hétköznapokban is együtt eszünk a Krisztivel, de ez egy teljesen más attitűd, és azt gondolom, ez egy csodálatos ünnepünk, és hát mit kívánhatnánk nektek, és a családotoknak, és minden szeretteiteknek egyaránt, hát mint áldott ünnepeket, boldog karácsonyt, és a 2024-es évre pedig a legeslegnagyobb sikereket, és azokat a terveket, amelyeket magatok elé vázoltatok, megvalósuljanak. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, eljöttetek, és köszönjük szépen ezt a beszélgetést. Mi köszönjük, és kellemes ünnepeket. Köszönjük szépen. Köszönöm kis csillagomnak is, hogy eljöttél, itt voltál, úgyhogy szerintem professzionális műsorvezető a kis csillag. És önöknek és nektek pedig hát áldott ünnepeket kívánunk, és találkozzunk két hét múlva egy újabb adásban. Akkor már új év lesz, úgyhogy mindenkinek nagyon sikeres, boldog új évet is kívánok. Ez a Hevesi Tamás Podcast volt. Viszontlátásra!